A hétvégén tartották meg az általános iskolások énekes, népi játék és néptánc vetélkedőjét, a kőketáncot, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének szervezésében. A 25. alkalommal megrendezett eseménynek idén az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör adott otthont. Az idén 25. alkalommal szervezi meg a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a kőketáncot, és nagy örömünkre szolgál, hogy újra itt nálunk Becsén a Petőfi Sándor Kultúrkörben adhatunk otthont ennek a rendezvénynek, és újra gyerekzsivaj van, és újra tánc és dal. Vajdaság 38 településéről mintegy 1500-an vettek részt az általános iskolások énekes, népi játék és néptánc vetélkedőinek kétnapos rendezvényén. A Magyarországról érkezett háromtagú zsűri idén is nagyon elégedett volt a csoportokkal, és hasznos tanácsokkal látta el a fellépőket. A zsűritagokat több éve a Magyarországi Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület kéri föl. Idén Strack Korsolya, Kirch Zoltán és Potpác Beáta bírálják el a csoportok munkáját. Potpác Beáta és Kirch Zoltán első alkalommal vannak, Strack Korsolya harmadik alkalommal jött el hozzánk zsűrizni. Nagyon elégedettek a csoportokkal, nagyon nagyra értékelik azt, hogy ilyen tömegesen jelen vannak, hiszen tulajdonképpen Vajdaság talán két megyének felelhetne meg, és állítólag Magyarországon ennyire talán nem tömegesek ezek a megyei fesztiválok, mint nálunk, de mi is nagyon büszkék vagyunk ezekre a csoportokra, a csoportvezetőkre, a gyerekekre. Én 12 éve táncolok, egész kiskorom óta. Én nagyon szeretem a táncot, mivel meg ki tudom magamból adni, le tudom vezetni a feszültséget, és a kőketáncot pedig azért szeretem, mert meg tudom mutatni, hogy mit tanultam. Én 6 éve néptáncolok, és én igazából azért szeretem, mert sok különböző kultúrát meg tudtam ismerni a néptánccal, meg különböző embereket is, ugye táborokkal is, ezekkel a fellépésekkel, versenyekkel is, és hajdúsági táncokat adunk elő. Őszintén én teljesen a nulláról indultam, viszont alapvetően is én szerettem táncolni régen is, és nagyon jó a társaság őszintén is, úgy kikapcsolódás. A résztvevők és a csoportvezetők egyetértettek abban, hogy az anyanyelv és hagyományápolás nemes formájával foglalkozó ilyen rendezvények, mint a kőketánc is, a bemutatkozás mellett új tapasztalatokat hoznak a gyerekek számára. Fejlesztik a versenyszellemet, és nem utolsó sorban itt új barátságok és ismerettségek születnek. A csoportban nem túl sokan vannak, az egy kis falu, már majdnem, hogy szorványnak is lehet nevezni. Van 4 lány és 6 fiú, ami nagyon érdekes, több fiú van, mint lány. Ez ritkaság, de csináltunk egy huncut koreográfiát, az a címe, hogy Leány kérés tyukodon. Szóval tyukodi táncokkal fogunk fellépni, egy ilyen hagyományos, hogy valamikor hogy kérték meg a lányt, hogy kezdődött, hogy utána egy mulatság, és akkor így. Rendszeresen már évek óta készülünk mindig a kőketáncra, bemutatunk itt mindig egy új koreográfiát, és akkor megyünk tovább mindig, nem hagyjuk abba. Jó már a gyerekeknek, mert meglássák mások is, hogy hogy táncolnak, össze tudják hasonlítani magukat, hogy mennyit kell még fejlődni, hogy ők is, hogy hol vannak, meg hol vannak a másik csoportok, meg hát barátkoznak. A kőketánc megalakulásától kezdve támogatjuk a rendezvényt, és nagyon fontos, hogy az a több mint ezer gyerek, aki Vajdaságban néptánccal foglalkozik, tehát a hagyományőrzésnek ezzel a formájával, anyanyelvápolásnak ezzel a gyönyörű nemes formájával foglalkozik, őnekik kell egy saját fesztivál, hogy bemutatkozhassanak, és hogy esetleg egymást is lássák, találkozzanak. Az idén nagy szerencsénk van, hogy a járvány helyzet után újra sikerült indítani a csoportokat, és 3 csoportot is, 3 korosztályba sikerült beindítani, vannak óvodásaink, alsósaink és felsősaink, tehát ahogy lehet mondani, hogy minden gyerek korosztályból vagyunk, 3 csoporttal körülbelül 65 fővel jöttünk, a legkisebbek galgamenti gyermekjátékokat játszanak, az alsósok somogyi táncokat táncolnak, a felsősök pedig bodrogközi táncokkal mutatkoznak be. A fesztivál legjobbjait arany, ezüst és bronzok levéllel díjazta a zsűri. Emellett a kiemelkedően teljesítő tánccsoport megkapta a kiemelt aranyok levelet. A csoportvezetők könyvjutalomban részesültek.
a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete ezen kívül az általa szervezett nyári táborozási lehetőséget is felkínált néhány csoportnak a legjobbak közül, emelte ki Szabó Gabriella, a kőketánc főszervezője. A rendezvény a Csóri Sándor Alap, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Tartományi Oktatási Titkárság, valamint a Tartományi Kulturális és Tájékoztatási Titkárság támogatásával valósult meg.